A Szentendrei Rendőrkapitányság emberei valamennyi szavazóhelyiséget átvizsgálták illetékességi területükön a tegnapi nap folyamán. A rendőröket dr. Gerendás Gábor szentendrei aljegyző is elkísérte, aki az ellenőrzés után lepecsételte a szavazóhelyiségek ajtaját, hogy a választás megkezdéséig, azaz ma reggel 6 óráig már senki se juthasson be oda. A rendőrök egyik szavazókörben sem találtak szabálytalanságot ellenőrzésük során.